Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, önök a Hargita magazint látják. Én Németi Zsuzsa vagyok. A nép ügyvédjéhez fordult Hargita megye tanácsa, ugyanis a mostani oktatáspolitika nem vette figyelembe a kisebbség speciális igényeit, és nem biztosította a magyar ajkú diákoknak, hogy a többségi nyelvet második nyelvként, nem pedig anyanyelvként tanulhassák. A Hargita megyeiek beadványban kérték, hogy a kisebbség jogainak figyelembevételével történjen a román nyelv oktatása és számonkérése új programok, tantervek, tankönyvek alapján az előkészítő osztálytól a 12. osztályig. Figyelembe véve, hogy a szaktárca ütemterve szerint csak 2021 után lesz biztosítva minden szinten a román nyelv sajátos tanterv szerinti oktatása, a magyar tannyelvű iskolákban tanulóknak fontosnak tartják a differenciált érettségi vizsgák mielőbbi bevezetését, hogy a magyar ajkú diákok jobb eredményeket érhessenek el az országos felmérőkön és az érettségi vizsgákon. Szeretnénk azt elérni, hogy értse meg a román társadalom, a politikusok, a minisztérium, hogy az irodalom és a nyelvnek a tanítása tekintetében más módszereket kell használni a magyar gyerekek tekintetében, és nincs rendben, hogy az élethez nem kapják meg a magyar gyerekek ebben az országban az esélyt, nincs rendben, hogy szinte másodrangú állampolgárként kezelődnek e téren, és keressük az igazunkat, nem állunk meg addig, ameddig nem lesznek megfelelő döntések, át kell alakítani a programot, más módszerrel kell tanítani, és addig is a megyei tanács részéről létrehoztuk a megyei román nyelvtanítással foglalkozó munkacsoportot. Igyekszünk alternatív eszközöknek, módszereknek, gyakorlatoknak a bemutatásával, azoknak a finanszírozásával hozzájárulni. Szeretnénk azt elérni, hogy a kommunikáció terén a magyar gyerekek érintkezzenek, és legyen interakció, tehát román gyerekekkel, legyen román párbeszéd, legyenek táborok, legyenek olyan közös események, ahol tudják gyakorolni a nyelvet. És hát van ambiciózus tervünk is. Szeretnénk elérni, hogy megyénk egyetlen települése, ahol igazából számottevően magyar ember nincs, az Gyergyó Bélbor, hogy ott alakítsunk ki egy egész éves, úgymond nyelvtanulási, román nyelvtanulási központot, és érjük azt el, hogy ne kelljen távol mennie annak a gyereknek, aki románul szeretne megtanulni, addig is, amíg a rendszer megtanítja az oktatási rendszerőt, hanem itt a megyén belül védett körülmények között erre teremtsünk lehetőséget. Úgyhogy habár a megyei tanácsnak ez nem hatásköre, de foglalkozunk a témakörrel, mert nem tudjuk nézni tétlenül, hogy évente 2000-ből 1000 gyerek elbukja az érettségit. A nép ügyvédje válaszlevélben arról tájékoztatta a megyei tanácsot, hogy az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács 2000 lejjel megbírságolta az Oktatási Minisztériumot, amiért nem biztosította a magyar tannyelvű iskolákban a román nyelv és irodalom speciális tanterv és tankönyvek alapján történő oktatását. Arról van itt szó, hogy a megyei tanácsnak ez egy nagyon fontos témája a szakoktatás és a pályorientáció mellett, a román nyelv oktatása a magyar tannyelvű intézményekben. Elsősorban azért fontos, mert Hargita megye, Kovászna megyével és Maros megyének egy részével alkotjuk a valamikori történelmi Székelyföldet. Többen élő magyar családok gyermekeinek, meg az a fajta román oktatás, amit még mondjuk így élveznek a jelenlegi nyolcadikosok, de úgy érzékeljük, hogy az is, amiben benne vannak az új szemléletű tananyagban a jelenlegi 5-6-7-esek, az nem szolgálja azt, hogy megtanuljanak románul. Ez természetesen befolyásolja a kísérettségi és az érettségi vizsga eredményeket, hisz a tételek legtöbbsége úgy a régi rendszerben, mint az új rendszerben igényelik azt, hogy megfelelő szövegértési képességük legyen, szövegalkotási képességük legyen, első látásra szöveggel való dolgozáshoz való képességeikkel legyenek, és ezek nincsenek kialakulva. Mindezt nagyon sokszor jeleztük a tanügyminisztériumnak, kisebbségi államtitkárságon keresztül, a román oktatásért felelős tanügyminisztériumban dolgozó főtanfegyelőnek. Párbeszédre mindig nyitottak voltak, ellenben maga a lépések ritmusa az nagyon lassú. Főleg az, hogy
az új tananyagok bevezetését, a román állam egy közel 12 éves ciklusba képzelte el, az azt jelentette, hogy kezdte alulról, lentről, az előkészítő első osztályosoktól, és most jelenleg a hetedikeseknél tart, és még eljutunk a 12-esekig, addig még bajok vannak. Tehát a jelenlegi 8, 9, 10, 12-esek még régi rendszerben vizsgáznak. A jelenlegi első előkészítőtől hetedikesek, majd a nyolcadikos vizsgán, és az érettségén is majd annó, mikor ez bekövetkezik, akkor ők az új rendszer szerint vizsgáznak. Ha az a logika szerint megyünk, hogy a hetedikeseket próbavizsgáztatták már a tavaly, a hetedikeseket is, a jelenlegi nyolcadikosokat, akkor ezek a gyerekek is kéne próbavizsgázzanak valamikor tavasz környékén. Nincsen tételminta. Nem tudjuk azt, mi tanítjuk románból a tananyag szerint, de nem tudjuk azt, hogy pontosan mi az, ami számon kérhető, milyen rendszerben, milyen feladatsorok alapján, karikázós, értelmezős, fogalmazós, szövegértős, milyen rendszerben történik, nincsen tételminta erre föltéve, holott október az a szezon, az az időszak, amikor ezt a tanügyminisztérium az értékelési központon keresztül, a tételőszállító központon keresztül meg kellett volna, vagy meg kell, hogy csináljon. És ilyen körülmények között teljes közben a pánik hangulat is, hogy akkor mi lesz ezekkel a hetedikesekkel a sajátos vizsgarendszerben ugyan, de azon belül mi várható számukra. És mivel ez semmilyen fajta konkrét változás, sőt a tankönyvek teljes hiányát is elkönyvelhetük az idén, ezért javasoltam az elnök úrnak és a megyei tanácsnak, hogy akkor a népügyvédjéhez is forduljunk, mert most már lassan nincs akivel ezt fordulni, hogy ő is mondjon véleményt arról, hogy ez a méltánytalan, hátrányos megkülönböztetési helyzet, tehát valamit esetleg a népügyvédje tudna kezdeni. Nem minden pedagógus magabiztos annyira, hogy ne aggódjon azért, hogyha ő bármilyen tananyagot felhasznál, az számára nem jelenthet esetleg rosszat, vagy a karrierjének bármilyen problémát nem okozhat. Éppen ezért a mi dolgunk iskolaigazgatóként, hogy ezt bátorítsuk, hogy a gyermeket tanítjuk elsősorban, nem a tananyagot, és olyan készségeket kell nekik velük elsajátítatnunk, amelyek úgymond akármilyen tétel esetén segítik őt. Vagyis értsen meg szöveget, tudjon fogalmazni, tudjon kommunikálni írásban szöveget, és ez a két szövegértést, ez a három képesség az, ami esetleg egy még ismeretlen szerkezetű tételnél azért mégiscsak 30-40%-ba tudna segíteni, hogy megértsen egy szöveget és írja majd egy véleményt. De ez még nem minden, ez még nem egy megalapozott, felelősségteljes, gyermekközpontonak aztán végképp nem nevezhető rendszer, amelyben állandóan csak úgy kísérletezünk, és megpróbáljuk megoldani rövid távon a helyzetet, és ez nem mutat jó irányba. És még egyszer mondom, hátrányosan megkülönböztetett gyermekek ülnek jelenleg 5-6 hetedikbe, főleg hetedikbe a padokba, mert nem tudjuk, hogy és ők sem tudják, hogy mi vár rájuk. Tekintettel arra, hogy térségünkben a román nyelv oktatása és főleg a diákok eredményei az egyik legkényesebb kérdés mind a mai napig, Hargita megye tanácsa prioritásként kezeli a kisebbségi oktatás kérdését, és már többször kérték a diszkriminatív helyzet megoldását. Jövőnk van, azért, mert mi így akarjuk. Ezzel a gondolattal nyitották meg a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ felújított épületének avató ünnepségét. Magyarország országgyűlési elnöke szerint Székelyföldnek nem segély vagy támogatás, hanem történelmi kárpótlás jár. Kövér László Magyarország országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, hogy a székelyek mindkét fővárosból elvárhatják a jó szót, mert Románia és Magyarország erkölcsei értelmében egyaránt adósai Székelyföldnek és a székelységnek. Székelyföld és népe ugyanis a történelem során 1000 év alatt Magyarországnak, 100 év alatt Romániának mindig többet adott, mint amennyit visszakapott tőlük. A 21. században sem Románia, sem Magyarország nem akarja elveszíteni a saját gazdasági erőforrásai fölötti rendelkezést, nem akarja elveszíteni a szülőföld megtartó erejét, nem akarja elveszíteni értékteremtő munkavállalóit, ezért mindkét országtól elvárható, hogy tegyenek annak érdekében, hogy minden Székelyföldön se történhessen meg. Romániának ez állami kötelessége, mert önök lojális adófizető polgárai az országnak, Magyarországnak pedig nemzeti kötelessége, mert önök hűséges tagjai a magyar nemzetnek. Magyarországnak nemzeti érdeke,
hogy Románia hozzáadjon Közép-Európa erejéhez, Romániának pedig nemzeti érdeke, hogy ne vesztese, hanem egyik nyertese legyen Közép-Európa politikai és gazdasági megerősödésének. Mindkét esetben az út Székelyföldön és Erdélyen keresztül vezet. Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést követően a liberális gazdaságpolitika jegyében és hevében a budapesti országgyűlés az 1871-ben és 1872-ben elfogadott székelyföldi birtokrendezési törvényekkel, birtokarányosítás és tagosítás törvényeivel gyakorlatilag felszámolta az addigi székelyföldi tulajdonjogi formát, amely a legerősebb gazdasági kapos volt a székelyember és a szülőföldje között, fogalmazott Kövér László. A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ immár 1998 óta az erdélyi magyar oktatás szerves része, a székelyföldi magyar felsőoktatás és felnőtt oktatás székelyudvarhelyi pillére, vállalati kapcsolatai révén pedig a székelyföldi gazdaságfejlesztés egyik fontos szereplője. A széken jelenleg az Óbudai Egyetem könnyűipari mérnöki, az Edutus Egyetem kereskedelem és marketing, a Pannon Egyetem vidékfejlesztési és agrármérnöki, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus vendéglátás szakján folyik az oktatás. Az oktatás az alapja annak, hogy azok a fiatalok, akik munkahelyet keresnek, azok olyan tudással rendelkezzenek, ami a munkaerőpiacon eladható, és ami segítséget nyújt számukra, hogy a szülőföldjükön boldoguljanak. Tehát sok minden oka és értelme van annak, hogy miért jó, hogyha van egy városban egy ilyen felsőoktatási intézmény, mint például a Szék, de leginkább ez a célja, hogy az udvarhelyi fiatalok meg tudjanak itt maradni Udvarhelyi Széken a saját szülőföldjükön, és boldogulni tudjanak. A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ felújítását a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. Nagy öröm volt számunkra, hogy ennek a második projektnek a záróakkordjaként vendégünk volt Kövér László házelnök úr, aki pozitív gondolatokba erősített meg, biztató szavaival, jó gondolataival, hogy jó úton járunk, mi pedig bemutathattuk azt, hogy lelkes csapatunkkal egy olyan szervezetet tartunk fent, amelynek nem csak múltja, jelene, hanem jövője is van. Az épületavatási ünnepségen jelen voltak a Szék egyetemi partnerei, akik szintén felszólaltak, valamint Székelyudvarhely alpolgármestere Orbán Árpád és Szász Jenő, a Székelyudvarhelyért alapítvány és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke szintén megosztották gondolataikat a jelenlévőkkel. A beszédeket követően sor került az épület bejáratánál a szalagvágásra, majd a történelmi egyházak képviselői megáldották a megújult intézményt. Egy intelligens fejőgép bemutatóján vehettünk részt Csík Jenő falván, a Bartalis testvérek által szervezett gazda találkozón, ahol megismerkedhettünk a technika legújabb vívmányával, amely, mint megtudtuk, jelentősen megkönnyítheti a kis és nagyvállalkozó gazdák életét. Argita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete a Mintagazda program által jó példákat kíván mutatni a közösségnek, hiszen ez egy újabb lehetőség térségünknek a kitörésre és új vállalkozások indítására is. A székelyföldi mezőgazdaságnak és azon belül az állattartásnak van jövője. Jó minőségű húst és tejet tudunk előállítani, hisz bió környezetben legelnek az állataink, a takarmányunk is vegyszermentes nagy részében, és hisszük azt, hogy ebből fölös értéket lehet termelni. Ma már egyre nagyobb érték és nehézség a munkaerő, és a munkaerőnek a hiánya a mezőgazdaságban is megmutatkozik, és egy jó kezdeményezés van itt a Bartalis testvérek szervezésében Csík Jenő falván, ahol egy automata fejű robotot mutatnak be, ami egy megoldás lehet a nagyobb léptékű gazdaságokra, hisz ez a rendszer 70-100 szarvas marhának a fejését tudja egy nap egyetlen ember közreműködésével elvégezni, és hiszük azt, hogy további megoldásokkal a nagyobb léptékű gazdaságok tekintetében további technológiai megoldásokkal lehet segíteni, és jól jönnek ezek az ehhez hasonló
fejlesztési lehetőségek, főleg amikor Európai Uniós nagyobb forrásoknak a megpályázása fog következni a következő időszakban, és hiszük, hogy Székelyföldre sok pénz fog jönni Európai Unióból mezőgazdaságfejlesztésre, illetve a magyar kormánynak is a felelős támogatása mentén olyan fejlesztésekre tud sor kerülni, amely a fiatalok számára, a fiatal gazdálkodók számára otthoni munkavállalást, saját vállalkozásnak az indítását, illetve egy ilyen munkahelynek a biztosítását jelenti. A Bartalis testvérek példája Csíkjenőfalván követendő lehet a székelyföldi gazdák körében. Egy új típusú digitalizált fejőgépnek köszönhetően tették nem csak könnyebbé és egyszerűbbé a farm működését, hanem kíméletesebb bánásmódot is biztosíthattak marháiknak, melyeknek fejése immár automatikus és pontosabb adatokkal követhető nyomon. Az új fejőgép az egy teljesen új innovációs, új vizeket lovagol meg, új generációkat, új kihívásokat, az emberi vívmányokat most már lassan együtt egybe tömöríti, ahhoz, hogy az ember megkönnyítse saját magának a dolgát, a történetesen az a fejést, ami az állattenyésztésben, a fejős marha tenyésztésben talán egyik legnehezebb, legprecízebb kell legyen, ahhoz, hogy egy jól tejelő tehenészetben elérjük a maximumot, a genetikailag bekódolt tej mennyiséget, amit tud egy tején, ahhoz nagyon jó fejést kell tudjunk produkálni. Hát az az a gép, ami tudja, ami képes emlékezni, hogy melyik tehén mennyit adott, képes megtartani az egyedi állatoknak a testalkatát, a tőgy alakulását, hogy mennyit mozog, hogy mozog. Szóval minden adatot rögzít, majd statisztikát csinál, és mindig elemzi. Ha hiba van, azt is közli velünk, ha jó, azt is közli velünk, és éveken keresztül vissza lehet nézni, úgyhogy manapság egy tehénnek a szokásaiba, a termelésében már nincs titok. Nem kell emlékezni, minden ott van a gépen előttünk. Sokkal kíméletesebb, mivel hogy tőgynegyedenként fáj, tőgynegyedenként ellenőrzi a tájminőséget, konduktivitást mér, és egész sor analízist végez el az első csepp tejekből, és utána is, hogyha valami nem jó, akkor az persze külön fáj, utána is minden egyes tőgynegyedet külön elemez, külön figyel, hogyha három tőgynegyedből már kifogyott a táj, egyben még van, akkor az egyet külön fáj. Addig fejé, amíg van benne. Nem az van, hogyha most egy tőgynegyedben táj van, akkor most kötelezően mind a négyet egyszerre fájni kell, egyszerre lehet feltenni és levenni, nem. Ez külön-külön teszi fel, külön-külön veszi le. Úgyhogy nagyon-nagyon kíméletes. Az új digitalizált robotikus fejőgépet a jelenlevő gazdák és látogatók közelebbről is megtekinthették, valamint befektetői és gyakorlati kérdéseikre is választ kaphattak a nap folyamán. 24 órás vezetésre neveztek be Gyergyó pilótái. Ez az időtartam elsőre nem tűnhet soknak, de a magyarországi Nyírád település pályája okozott némi gondot sofőröknek és szerelőknek egyaránt. Ennek ellenére remek eredménnyel ért haza a csapat. Gavrila István műhelyébe látogattunk, ahol a 10 fős gyergyói rally küldöttség néhány tagjával együtt a csapat piros színű hűsét vettük szemügyre. Ilyen volt, ilyen lett. A járgány állapotát látva kíváncsian érdeklődtünk a magyarországi kalandról, amelyhez Sándor Szilárd szemfülessége adta meg a kezdőlökést, a többi már ment magától. Facebookon láttam ezelőtt körülbelül szinte két éve, és amikor megláttam, az első gondolatom az volt, hogy na erre mi is el kell, hogy menjünk. Megkérdeztem István barátomat, hogy mit szólna hozzá, lenne kedve. Egyből rávágta, hogy ne, persze, fogjunk neki. Úgy fogtunk neki az autónak, hogy cserélünk egy olajat, a futóművel kicseréljük a rossz alkatrészeket, fékpofák, és elmentünk, lesz, ami lesz. Ez így is történt, csak épp, hogy kicsit hosszabbra sikerült a dolog, mert végül is a motortól az utolsó csavarig mindent meg kellett rajta mozerolni. Indult egy órás munkának, lett belőle két hetes, éjjel-nappal.
utolsó percig dolgoztunk rajta. Ez egy 24 órás verseny volt, ami 85 autóval egységgel indult, és mindegyik egység kellett álljon minimálisan 5 pilótával. Volt, ahol 6 pilóta volt, volt, ahol 7 pilóta volt, mi 5-ön mentünk. Szili, Gavrila Isti, Görbe Csongi és Gyurka Isti Kolozsváról, és jó magam. Habár a verseny internetes oldaláról szereztek néhány fontos információt, minden mégsem derült ki itthon. A verseny szabályaival, az autóval és a hozzáállással nem volt gond. Akadt azonban más meglepetés. Áttelet nézik az autót, hogy megfelele, mindent rendbe találtak, és a parkba közösen végigsétáltunk, és néztük, a legtöbb német és osztrák csapat volt, és ők jó nyugodtan, lazán üldögéltek, beszélgettek, kártyáztak, minden más csináltak, csak éppen nem az autó körül forogtak. Erre mi eldöntöttük, hogy ez egy barátságos mérkőzés lesz, ezt szórakozni jöttek itten, ezt a versenyt ezt simán meg tudjuk nyerni, mert mi székelygyerekek vagyunk, és mi állunk oda, és biztos, hogy teljesítjük azt, amit elvárnak tőlünk. Mi a 46. pozícióból indultunk, ami azt jelenti, hogy pont a mezőny közepén voltunk, és utólag tudtuk meg, hogy a szervezők azt a bakit elkövették, hogy egy locsolautó meg volt beszélve, hogy verseny előtt lelocsolja a pályát, közben a locsolautó elromlott, és a 85 egységet az ágyúdörgése úgy engedték el, hogy lehet látni ezt a finom port, ahogy szállt. Akkor a por volt, hogy 5 méterre nem lehetett látni. Hazajöttünk, az egyik barátom megkérdezte, egy kívülről ránézett a kocsi, azt mondta, ebben bézs színű port van? Na, mondom, nem, csak kicsit poros lett. Gyurakodtak nagyon a pilóták, közepére mi is rájöttünk, mi is neki fogtunk gyurakodni, ez az autón sajnos meg is látszik. Ez az egész, ami itt látszik, nem a Csongi hibája, csak az igen eleje. A többi, az mind a többi pilóta. Év után ezt a legóvatosabb, azért is tettük elsőnek, mert tudtuk, hogy az igen elején nagyon sok autó egyszerre indul, így nagyon oda kell figyelni. Ezért volt Csongira választás, hogy tudtuk, hogy a nagyon óvatos pilóta. Én tudásilag gondoltam, hogy én ott vagyok, hogy én az autót éppen kihozom, de olyan porfelhőt kaptam, hogy a látási viszonyok ilyen 2 méterre csökkentek, és próbáltam az előttem haladó autót követni, de elveszett a porba, és én próbáltam azt a 25 km/órás gyúrúrdásos tempót tartani, hogy hátulról se üssenek el, de én se érek el senkit. Egyszer csak 2 méterre megjelent tőlem egy autó keresztbeállva, és ott a fékre léptem, de a murván az annyi, mintha jégen csúszott volna az autó. Én csak annyit láttam, hogy az első motorháztető egy picit felemelkedik. A szervizelést követően volt még jócskán tennivaló az autóval a verseny ideje alatt. A hátsó futóműnk leszakadt, azt meg kellett heggeszteni. Akkor elszakadt az első fékünk, ami fura volt, mert nem kaptuk a hibáját. Itt kapott az autó egy csúnya ütést, ezért a kerék befelé áll, látszik is. A futószög ezzel az autónak elment, de nem volt gond, nem kellett gyorsan menni, és stabilitást nem vesztette az autó. Apróságok leszakadtak róla, de az autó attól nagyon jól ment. Mindenki nagyon-nagyon oda tette magát, ezért sikerült befejezni a versenyt. Ha egy csapattag is ne úgy állt volna hozzá, hogy kellett volna, nem jön össze a dolog. Külön köszönet a csajoknak is, nagyon kitettek magukért. Tényleg reggeltől estig ők is alvás nélkül figyeltek, kaját adtak nekünk, éjjel pedig ugye minden fiúnak volt valamilyen dolga, egyik benzintankolt, a másik pont levegőszűrőt cserélt, a harmadik olajszintet nézett. Kapcsolatot tartottak a pályán, igen. A csajok pedig folyamatosan vagy világítottak nekünk, vagy keresték a szerszámot, vagy... De nagyon kivették a részüket a munkából, külön köszönet nekik is. A szakértelem és a jó csapatmunka meghozta a gyümölcsét, ugyanis a 85 induló közül az előkelő 8. helyezéssel tért haza a csapat. A fiúk álmai természetesen ezzel még nem teljesedtek be. Az idei versenyen szerzett tapasztalatuk segítségével a dobogóra törnek jövőben, addig pedig, ha nem is ugyanebben a felállásban, különböző más kategóriájú megmérettetésekre neveznek a további sikerek reményében. Ez volt már a Hargita magazin. Köszönjük figyelmüket, jövő héten találkozunk.